színes kavalkád, tartalmas programok és jó koncertek várták azokat, akik július végén a Ludasi Rókatanyára látogattak. Idén rekordszámú résztvevő érkezett a Rókafestre. A fesztivál területén 6 helyszínen tartottak különböző műhely munkákat és előadásokat. A tábor egyik legizgalmasabb vetélkedője a rendhagyós aktivitás volt. Ez egy kicsit kisebb lesz, mint a nagy hagyományos aktivitás. Itt 4 csapat fog versenyezni, 4 játékban, de hát a játékok ugyanolyan érdekesek és szórakoztatóak lesznek, amelyeket Gábor fog vezetni, és egy helyi DJ fogja a zenei aláfestést adni. És természetesen jár díj is azoknak, akik a legjobbak lesznek. Így van, a szervezők készültek egy kellemes fesztiválos díjjal, úgyhogy sörben részesülnek azok, akik megnyerik ezt a játékot. A játékvezető szerepét ezúttal is Agárdi Gábor, a Pannon RTV munkatársa töltötte be. Kitűnő az együttműködés a szervezőkkel, így nem volt kérdés, hogy kinél lesz a mikrofon. Gábor elmondása szerint nem igazán gyakorlott sakkozó, de ha kell, megbirkózik a fekete és fehér figurákkal. Nem tudok annyira jól sakkozni, annak idején nagyapámmal sakkoztam, csak az volt a baj, hogy míg a legtöbb gyereket ugye a nagyapa adja nyerni, az én nagyapám nem hagyott nyerni sakkban, ő legtöbbször legyőzött, de egyébként szeretem nagyon, és szabadidőben szoktam is vele foglalkozni. A verseny nem kezdődhetett el bemelegítés nélkül, hiszen a játékosoknak ezúttal nem csak az agyi kapacitásukat kellett használniuk, hanem a gyorsaságukra és az ügyességükre is szükség volt a rendhagyó sakkjátékban. A zumba edzést Szalai Patrícia tartotta. Ez a fajta mozgás, edzés és tánc is egyszerre. Én úgy érzem, hogy minden előtt jó egy kicsit bulizni, és aztán jobban használni a logikánkat, de úgy érzem, hogy feldobtam a hangulatot. Mi volt ez, amivel bemelegítetted őket? Ezt úgy hívják, hogy zumba fitness, ami egy kicsikét ilyen latinos tánc, ilyen popzenékre, kicsikét ilyen reggaeton is keverve. Mióta foglalkozol ezzel? Már 7 éve foglalkozom a zumbával, azóta több helyre is már eljutottam, és együtt zumbázok az emberekkel. A bemelegítésen kívül zumbáztatok-e már a táborban? Még nem volt ilyen, most vagyok először itt a Rókatanyán, de nagyon örülök, hogy meghívtak. A játék a lányoknak sikerült jobban, de azért az ellenfelek is élvezték a feladatokat. Őri Csaba szerint fő a részvétel és a lelkesedés. Nem bánja, hogy utolsók lettek. Élvezték a játékot. Neki és csapatának ez volt a fontos. A fesztivál többi programján is szívesen részt vettek. Nagyon tetszenek a programok, eddig a kézműves részen voltam, tehát ilyen gyertyakészítés volt itt, karkötőket készítettük, tehát bőrművesség, akkor a pszichósátorban tevékenykedtem egy darabig, ugye, mert ilyen önismereti tesztekről, ilyesmikről volt szó. Ezen kívül még, sajnos még más programot még nem próbáltam ki, hívtak eddig röplabdázni, de most itt voltam, ennyi. Egyébként a sakkal hogy állsz? Kiskoromban nagyon szerettem sakkozni. Kiskoromban nagyon szerettem, viszont amióta nem igazán van időm, meg úgymond társam, akivel tudnék sakkozni, ugyebár azóta nem igazán foglalkozok vele, de néha otthon a számítógépen még úgy elszórakozgatok vele. A nyári saktivitit a Rókafesten tehát a lányok nyerték. A rendhagyó logikai, stratégiai játékban ők bizonyultak a legjobbnak. Saját bevallásuk szerint egyikük sem tud sakkozni. Nyereményüket megosztják játékostársaikkal, és a további programokhoz is csatlakoznak. Hát az esti zenei programokat majd megnéznénk. Ő fel is lép. Igen. Úgyhogy azon kívül meg ismerkedünk, meg barátkozunk. Az esemény változatos programjaival, zenei kínálatával és nem utolsó sorban festői környezetével vonzza a fiatalokat. A fesztivál palettája idén nagyon színes, igyekeztünk a fiataloknak nagyon megfelelni.
több híresebb előadónk is volt külföldről, és érkezett hozzánk például a Sun City Brass, de van szabadkai előadónk is, a Perpetuum Mobile, és nagyon sok játékot, sportvetélkedőket is beraktunk a fesztiválra, például Shaktivitit, röplabda mérkőzés, sörpongozást, úgyhogy a fiatalok nagyon jól érzik magukat, ahogy eddig észrevettem. Többen érkeztek idén, mint a korábbi években? Hát igen, jóval többen érkeztek, úgyhogy sok napi jegyet vásároltak, illetve bérletet is, úgyhogy a kempingünk is már kezd tele lenni. Nagyon, nagyon színes és jó a fesztivál idén. Vannak visszatérő látogatók is, akik amellett, hogy részt vettek a programokon, maguk is egy műsorral érkeztek a fesztiválra. Ilyen mások mellett Engi Dominika, aki táncos és a tánccsoport többi tagjával lépett fel a Rókatanyán. A második alkalommal veszek részt, és a tárcsapatommal jöttünk, mivel mind a két évben fellépők voltunk, és idén is fellépünk. Milyen a hangulat? Szerintem nagyon jó, kedvesek az emberek. Fesztiválozni jöttünk, barátkozni és inni. Említetted, hogy második alkalommal veszel részt. Akik még nem voltak, azoknak mit javasolnál, miért ezt a fesztivált válasszák? Szerintem, aki szeret így csak sátrazni nyugodtan, így ellenni a barátaival, beszélgetni, néha kicsit bulizni, az annak nagyon-nagyon ajánlom. A tavalyi évben voltál, gondolom. A tavalyi évhez képest miben más ez a mostani fesztivál? A mostani fesztivál szerintem kreatívabb, és több lehetőséget ad arra, hogy szórakozzunk. És úgy nézem, hogy sokkal többen is vannak, szóval ez csak pozitív. Varga Zsuzsanna is a táncosaival érkezett, de emellett önkéntes feladatokat is végzett a fesztivál ideje alatt. Sőt, fényképezőgépével megpróbálta elkapni a rendezvény legjobb pillanatait. Tavaly voltunk először, akkor nem voltak ennyien, és jó volt látni már, amikor jöttünk az első nap, hogy milyen sok sátor van, és hogy mennyivel több ember. Úgyhogy csak kinövi magát előbb-utóbb ez a fesztivál is. Mi tetszik neked a korábbi évekhez képest most inkább jobban? Nekem a tavalyi is nagyon tetszett, most tényleg az miatt sokkal vonzóbb, hogy többen vannak, meg nagyon jók a programok, sokkal több koncert van, így napközben is van több program, úgyhogy mindenki megtalálja magának, tetszenek a kiállítások is, a koncertek is. Ez a sakkos cucc is teljesen jó volt, nagyon, mi nézőként is nagyon élveztük. Bem Tamás tetováló művész, vajdasági származású, de már egy ideje Szegeden él és dolgozik. A Róka Fesztiválon nagy érdeklődés övezte előadását. A jelenlévők főleg a tetoválások utókezelése iránt érdeklődtek, de szó volt a leggyakoribb motívumokról is. Először 5 évvel ezelőtt készítettem tetoválást, utána volt egy kisebb kihagyás, de most hát egy 2 és fél év, amióta komolyabban foglalkozom tetoválással. Olyan, hogy a legnépszerűbb minta vagy tetoválás van-e? Létezik-e? Igen, létezik. Még mindig sokan tetováltatják magukra a végtelen jelet, illetve kisebb madarak, szívecskék. Sokan vannak, akik a házi állatjukat tetováltatják magukra. Úgyhogy igen. Neked is van tetoválásod, amikor először készítetted, akkor döntötted el, hogy valójában te is ezzel szeretnél foglalkozni? Igen, miután meglett az első tetoválásom, utána döntöttem el, hogy igenis én ebben akarok foglalkozni. Szokták mondani ugye szakmán belül, hogy még az ember nem tudja, nem tapasztalja, hogy milyen egy tetoválás, milyen fájdalommal jár, addig az illető nem is igazi tetováló, tehát mindenféleképpen ez egy úgymond beavatás volt a szakmában. Valójában milyen fájdalommal jár? Hát tulajdonképpen ez személytől függő. Nyilván szoktam javasolni annak az illetőnek, hogy figyeljen oda az utasításokra, tehát szoktam javasolni, hogy előtte pihenje ki magát, rendszeresen étkezzen, illetve akár testápolóval is kenyheti azt a bőrfelületet, ahova szeretné a tetoválást készíteni. És gyakorlatilag ezt, ha betartja, akkor tulajdonképpen annyira nem, tehát kibírható. Melyik az a terület a testen, amelyre a legtöbbször tetováltatnak? A kar, illetve a comb. Tehát ugye lányok esetében a comb, a férfiak esetében pedig inkább a felkar, illetve alkar, esetleg a mellkasra. Azok, akik gondolkodnak azon, hogy megcsináltassák első tetoválásukat, mit gondoljanak át igazából, mire figyeljenek oda? Hát tulajdonképpen, mint ahogy az előadáson is mondtam, tehát mindenképpen beszéljenek otthon a szülőkkel, hogyha kiskorúról van szó.
mert tényleg nem mindegy, hogy milyen minta melyik testfelületre kerül. Én szoktam beszélgetni, akik hozzám jönnek, avval az illetővel, akár fél órát, akár 20 percet, hogy azáltal kicsit megismerjem az ő személyiségét, és esetleg tudjak nekik olyat javasolni, ami lehet, hogy jól mutatna, és akkor lehet, hogy az későbbiekben ugye nem fogják megbánni. De hát mindenféleképp ehhez elhatározottság kell, és hogy tudni kell, hogy én igenis ezt akarom. Tehát igazából egy tetoválásnak akkor szép, hogyha van valami jelentősége. Az idei Róka Fesztivál sokszínűségével a nyár egyik meghatározó eseménye volt Vajdaságban. Napközben a barátkozásé, rekreációé és egyéb programoké volt a főszerep, de amint leszállt az este, a zenekarokra és a lemezlovasokra irányult a reflektorfény. A Ludasító partja három napra megtelt kis és nagy rókákkal. Aki ott volt, még sokáig emlékezni fog rá.